Miért de örülsz? Hát mert hogy állandóan tényleg igaz, hogy te sokat ittál. De azért kell. De neked adom. Rózsa György 77. születésnapját ünnepli, és én most felköszöntöm ezzel a szép vízzel. Gyertek! Szia Gyuri bácsi! Szeretnélek felköszönteni, ha most ünnepled a születésnapodat. Szia, Jövőkám! Most van egy nézetméteren a legtöbb Rózsa György! Köszönjük szépen! De örülsz? Hát mert hogy állandóan tényleg igaz, hogy te sokat ittál? Jól, mint az állat. Bocsánat, iszok, mint az állat! Ha viszont amit hoztam, azért most kimegyek. Mindjárt hozom, mert ez csak egy gag volt. De azért kell. De neked adom, ha elteszed, akkor... Hoztam, jó, és akkor hozom, amit valójában hoztam. Mit hoztál még? Nagyon elegáns. Köszönöm szépen. Belelesetek? Hogy... Az alkoholizmusomat erősítendő. Egyébként azon gondolkodom, hogy mi mikor találkoztunk először. Nem így emlékszel. Hát nem merek mondani. 2003-ban elhéj. És nagyon kedves voltam, biztos. Így van, hogy én ezt a videót meg is mutatom. De nem ez volt az, ahogy beöltöztetek? Rózsa Gyurinak? De. De többször, talán kétszer is voltál nálam, de először... Erre emlékszem. Rózsa György itt van, de nem szeretem, ha utánozni. A legnagyobb szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Én például tudok lengyelül. Nem mondja. Dobse, többet ne kérdezzem. 21 évvel ezelőtt, hát igen. És a paródiát, ezt szeretted magadról? Minden józan ember fölismeri azt, hogy egy paródia az nagyon népszerűsít. Tegyük föl, hogy egy kicsit többet iszom mondjuk egy műsorban, mint általában. Ugye hát akkoriban 40 percig csak én látszottam, nem mutattak senki más. Tehát nem tudtam azt csinálni, hogy amíg téged mutatnak, addig én gyorsan iszom egyet, ugye. Jó állat! Mindig azt mondtam magamban, ha nekem csak annyi a dolgom, hogy egy fél óráig, óráig, másfél óráig, valahogy egy kicsit elűzzem a napi gondjaikat. Kicsit engedhessék el magukat. És én megmondom neked, hogy erre én akkoriban nagyon büszke voltam. Gábor, hogy megmaradt a jó kapcsolat? Nem, általában azért nekem 30-40-50 éves barátaim vannak, tehát őrzöm a barátságokat. Születésnapjaidat hogyan szoktad ünnepelni? Hogyan telik egy ilyen nap? Általában nem egy nap az ünneplés. Ez úgy van, hogy például most azt hiszem szombaton kihívott az első szerelmem, akivel még mindig tartjuk a kapcsolatot. És meghívott egy lecsó ebédre, mert hát nekem az a nyári kaják közt a non plus ultra. És aztán vasárnap elmegyünk családi ebédre, hétfőn este pedig a barátaimmal egy étterembe jövünk össze. Akkor te társasági ember vagy. Nagyon is. Szóval azok, akik megvoltak régen, azok megvannak most. Tehát nem szűntél meg fesegni. Lehet, hogy mások szerint néha kicsit sok is vagyok, de most már azért valamennyire nyugodtabb vagyok. Néha megjegyek. Hangod? Megszoktam. Azt mondják például, nagyon érdekes, kutyások, hogy amikor beszélek a kutyájukhoz, vagy beszélek, megnyugszanak a kutyák, képzeled. De ezt tényleg megfigyeltük, hogy olyan kutyák, akik előtte nagyon idegesen viselkedtek, valószínűleg olyan fekvésű a hangon, hogy megnyugtatja a kutyákat. És például azt figyeled, hogy köszöntenek rá? Nem figyelem. Ha valaki olyan váratlan, akire nem is számítottam, az úgy jól esik, mert miért csodától jutottam eszükbe. Tehát még ma is azért, hogyha így odajönnek hozzám utcán, vagy valami, például a barátaim már frászt kapnak tőle, hogy ebédelünk mondjuk valahol, és egyszer csak odajön egy ember, és azt mondja, bocsásson meg Rózsa, nem ismerjük egymást, de maga olyan sok örömet szerzett nekem a 80-as, 90-es években műsoraival, hadd szorítsam meg a kezed, mert örülök neki. Én néznek, azt mondja, te statiszta volt, nem mondják a haverjaim gúnyolodva. Köszönségben macskával még visszamenni, TV2 milyen érzés volt? Ez egy végtelen ritka a nemzetközi televíziós világban olyan van, hogy valaki 30 évig vezet egy műsort. Például mondjuk a Zsákba Macskát egy Jörg Dreger nevű volt színész, Németországban még ma is ő vezeti 35 éve, vagy nem tudom ennyi. De ugyanígy mondjuk a Legyen Ön is Millió most egy idős német műsorvezető vezeti 140 éve. De ilyen, hogy valaki 30 év után, tehát 30 év kihagyással újra vezet egy műsort, ilyen nem nagyon, nem, és hogy utána néztek, ilyen az európai televíziósokban nem volt. Nagyon fura, nagyon megható volt, nagyon fura és nagyon megható. Főleg az volt megható, ahogy a TV2-ben a kollégák velem bántak. A
utolsó kívánságomat is lesték, és mindegyik a végén odajött, hogy ő neki ez egy hatalmas megtiszteltetés. Ő nem is gondolta volna, hogy egyszer még Magyar Rózsa Gyurival egy műsorban dolgozhat. Na, nagyon örülök, hogy felköszönhettelek. Én meg nagyon köszönöm, hogy ilyen figyelmes voltál. Jó voltál. Nagyon örülök. Én is. Köszönöm szépen. Isteni. Vihetem? Így van a tiéd, és a víz is marad akkor. Jó. Marad a víz.